Kedves érzőlények, folytatódik a kérdez-felelek videósorozat. A mai videó arról fog szólni, ugye folytatjuk az előző gondolatmenetet, hogy arról, hogy megvilágosodás megvilágosodott, hogy a megvilágosodottak közül a guru milyen jellegzetességekkel rendelkezik, ki vagy mi lehet hiteles tanító, és hogyha hiteles tanítót találtunk, akkor mit jelent a menedékvétel? Ezt fogjuk egy kicsit körüljárni. Azokat a szövegeket, amelyek egy tanítónak a kvalitásairól szólnak, sajnos nem gyűjtötték össze olyan módon, hogy az publikusan elérhető legyen, hanem össze kell szednünk. De ez nem, léte nem jelenti azt, hogy nincsenek ilyen szövegek. Léteznek a Pálikánonban is már angolra lefolytott olyan szutták, amiben a buddha arról beszél, hogy hogyan lehet megítélni egy tanítót, hogyan lehet megítélni egy gyakorlót. Van egy olyan szutta is, ahol a buddha azt mondja, hogyha valaki ő benne nem hisz, akkor mit érdemes nézni? Pontosabban nem is azt mondja, hogy ő benne nem hisz, hanem hogyha egyáltalán nem hisz senkinek. Tehát keresi mondjuk a tanítót, mit érdemes nézni. És azt mondja, hogy ha a tanítványaimnak tartjátok magatokat, akkor is érdemes megvizsgálni engem, hogy a cselekedeteim, a beszédem vajon összhangban van-e azzal, ami a megvilágosodás ami azt jelenti, hogy összhangban van-e azzal, hogy mentes a negativitástól, mentes az ártalmas érzelmektől, mentes a rögeszmés gondolatoktól, tehát rendelkezik azzal a nyitottsággal, rendelkezik azzal az értelemmel, azzal a világossággal, fényességgel, amit az ember egyébként alapszinten is elvárhatna egy megvilágosodottól. Úgyhogy nagyon érdekes, és ebben egyedülálló a buddha tanítása, hogy ő saját maga kritikáját is kéri a tanítványaitól, és azt mondja, hogy nézzetek, vizsgáljatok, figyeljetek engem, hogyan viselkedem, hogyan cselekszem, hogyan beszélek, és hát nyilvánvaló, hogy amikor pedig meditációs állapotban van, akkor is kérte, hogy figyeljék, hogy ez milyen állapot. Úgyhogy önmagában ez, ha egy tanító azt kéri, hogy őt figyeljék, vizsgálják, és nézzék meg, és vegyék górcső alá, az már azért egy nagyon komoly foka a hitelességnek. És nyilvánvaló, hogy ez azt is mutatja, hogy ő sokkal, sokkal jobb, sokkal jobban figyeli saját magát, sokkal jobban tudatában saját működésének saját magának, mint ugye nyilván azok, akik őt figyelik. Aztán a Butha még azt mondta, hogy a hitelességnek a másik faktora az az, hogy az úgynevezett öt erő, vagy az öt pancsandria, tehát a pancha indria, az öt indítatás vagy képesség szempontjából, az illető mennyire rendelkezik, és akkor nézzük meg az ötöt, az első sraddá, tehát a hittel, vagy kellő tudással, bizalommal, ugye a dharma, a tanítás, az ösvény és a gyakorlatok iránt, mennyire erős benne az elhatározás, mennyire erős benne a szorgalom, aztán milyen fokon rendelkezik az éberség képességével, vagy ez a szati, a szolgálom az ugye a vírja, és aztán pedig a meditáció hogyan áll a meditációval, hogyan áll a samata az egyhegyűséggel, vagy koncentrációval. És az ötödik pedig a bölcsesség, hogy mennyire látja a viszonylagos dolgokat, és mennyire látja a végső dolgokat. Mennyire van benne kételj, hogy mi az, ami viszonylagos, és mi, ami végső. Úgyhogy ez az öt képesség erről írja a butha, hogyha valaki ezzel már rendelkezik, de nem kézzelfogható még a számára, tehát nem egy ezzel az öt képességgel, akkor jó gyakorlónak lehet mondani. Hogyha ez az öt már olyan, hogy elválaszthatatlan a tudati működéseitől, tehát spontán, természetes módon is megnyilvánul ez az öt: hit, szorgalom vagy törekvés, éberség, koncentráció és bölcsesség, tehát a tükörszerű tudati működés, akkor azt mondja, hogy az egy olyan tanító, egy olyan mester, akinek a szavaira érdemes hallgatni, mert ez a tanító, ez a bölcsességet fogja tanítani, azt fogja tanítani, hogy hogyan lehet megszabadulni a szenvedések okaitól, és hogyan lehet a középútösvényére lépni. Tehát azért vannak ilyen szűrők, vannak ilyen faktorok, ami alapján nézhetünk egy mestert. Nyilván, amikor az ember egy tanítóval találkozik, akkor először van egy ilyen eufória érzése, hogy úgy érzi, hogy új, régen... És együtt voltunk, tehát mint hogyha, mint hogyha az apám lenne, vagy az anyám lenne attól függ, hogy most milyen, milyen női vagy férfi mesterről beszélünk, és azt érzi, hogy hazaérkezett, hogy végre biztonságban van. De ez a fázis ez olyan, mint a szerelem, hogy egy, egy érzelmi túl túláradással kapcsolatos, jelzi nyilvánvalóan azt, hogy a két lénynek van karmikus kapcsolata, de nem biztos, hogy ez azért van, mert az illető valóban hiteles mester. Tehát fontos a buddhizmusban a tudatosság, az egész ösvényen is fontos, és fontos a tudatosság abból a szempontból is, hogy hogyan ítéljük meg a tanítót. Kérdés volt az, hogy milyen listák léteznek, hát vannak eléggé rövid, tehát tömör listák is, két dolog milyen megvalósítással rendelkezik, és milyen dolgokat szüntetett meg. Tehát azt mondják, hogy például a nyolcvilági darma az egy, a, ami az ember tudatát a világi dolgokban a karmához köti, hírnév kezelése pozitív-negatív módon, tehát hogy mennyire fél a rossz hírnévtől, mennyire fogadja el a hírnevet, hogyan kezeli, sikerkezelése, mennyire törekszik a sikere, mennyire fél a sikertelenségtől, aztán a dicséretkezelése, mennyire törekszik a dicséretre, mennyire fél a szidástól, és aztán pedig az anyagiak. Tehát ha ezek túl erősek, akkor azt mondják, hogy a nyolc világi darma túl erős, hogy gyanakodni lehet, hogy az illető még nem lépett túl a személyiségé. Mert még a személyisége az, aki tanít. Még a személyiség az, amelyik a tanítói szerepben van, és az illetőt ezek a faktorok irányítják, és nem pedig a darma. De ez egy nagyon érdekes balansz, egy nagyon érdekes egyensúly a karma és a darma között, hiszen tudjuk, hogy amíg az illető ebben a testben van, addig ennek a testenek az egója és a születési időpontból kiszámított a horoszkópja is igaz rá, tehát van személyisége, tehát ezt nagyon finoman kell figyelni, ez nem jelenti azt, hogy egy tanító nem lehet tanító, hogyha látunk rajta jeleket. De óvatosnak és ébernek kell lennünk, és azt kell néznünk, hogy oké, okay, hogyan kezeli azokat a dolgokat, amelyek ugye az elvetendőek lennének, fájtlakat, rögeszméket például, és a másik, hogy hogyan kezeli a szabadság, boldogság és minden tudás állapotát, mennyire részese a szabadságnak, mennyire boldog, és mennyire van ugye a tudás állapotában. És aztán az is nagyon fontos, hogy mennyire sarkalja a tanítványt arra, hogy legyen szabad. Mennyire akarja kötni a tanítványt, mennyire sarkalja a tanítványt, hogy legyen boldog. Nem csak ő lett boldog, a tanítvány is legyen boldog. És segíti ezt a folyamatot, és mennyire nyitja meg ugye a tudásnak a kapuit a tanítvány előtt, vagy mennyire nem. Sajnos a hitelességnek a tesztelése az néha évekbe telik, ez egyébként a szövegekben is le van írva, hogy akár tíz év is, amíg az illető valóban felismerheti egy mesterről, hogy az mennyire a karma, mennyire a dharma, vagy mennyire a nirvána állapotából képes tanítani. Vannak olyan tanítók, akik képesek a nirvána állapotában időzni, tehát képesek meditációval a megvilágosodás állapotában időzni, de például nem képesek arra, hogy ezt megfelelőképpen kommunikálják. Ezért mondják azt, hogy vannak különféle tanítási típusok, különféle tanítók, például akik az erkölcsöt tanítják, például vannak olyanok, akik a meditációt tanítják, vannak olyanok, akik a bölcsességet tanítják, vannak olyan tanítók, akik meg felmutatják a megvilágosodott állapotot, tehát tulajdonképpen a megvilágosodást, a végeredményt tanítják. Kérdés volt azzal kapcsolatban is, hogy hogyan lehet egészséges szemléletet kialakítani a tanítóval szemben, ellene vele együtt. Tehát hogyan lehet kapcsolódni. A mahaján a szövegbe lévő nyitottság és kommunikáció szerintem ami nagyon fontos. Az is nagyon fontos, hogy ennek a korszaknak a jellegzetességeit ismerjük. Ennek a korszaknak az a jellegzetessége, hogy a tanító nem fölöttünk áll, hanem egyre inkább lejön a mi szintünkre és kommunikál. Tehát azt mondják, hogy ez a tanítói attitűd, ami ma ideális lenne, az az, hogy egymás segítünk. Egymás segítjük. A tanító az nem fölöttünk állva utasításokat ad, amit a tanítványnak be kell tartani, hanem javasol dolgokat és egy közös kommunikáció az ember az ösvényen előre viszi, egyébként mind a kettőjüket. Egészséges attitűd az is, hogy nézzük, hogy mennyire hatnak ránk a tanítások, tudván az, hogy nagyon sok tanítás egyébként provokál, tehát egyébként szembesít minket az akadályainkkal, és, és, nézzük azt, hogy a tanító mennyire tölti be funkcióját. Fontos az is, hogyha valaki a bölcsesség állapotában időzik, tehát megvilágosodott, akkor a tanításai ennek a kornak szóljanak, tehát ne pusztán a tradíciót adja tovább, hanem Nyilván figyelembe kell venni azt is, hogy itt élünk, tehát modern korban élünk. Nagyon tradicionalista, akkor azt lehet látni, hogy egy vonalat tart, egy vonalat szeretne továbbvinni, és nem biztos, hogy a megvilágosodás állapotát próbálja a tanítványban is felkelteni, vagy azzal megismertetni őt. Következő kérdéscsoport a menedékkel kapcsolatos. Szervesen összefügg ezzel az előző témával, hogy megtaláljuk a gurut. Viszont a menedék egyébként nem függ attól, hogy találunk-e mestert vagy sem. Miért? Azért, mert a menedék az a buthában, a darmában és a szangában, ezt hívják triratnának, a három drágakőben vett menedék. Ez azt jelenti, hogy elfogadjuk vezérfonalnak a butha tanítását. Tulajdonképpen ennyi. Hiszen a buthától ered a tanítás, és a szanga volt az, amelyik révén eljutott egészen a mai korunkba a buddha tanítása. Ebben veszünk menedéket. Vagy ha még mélyebbre megyünk, akkor ez azt is, azt is jelenti, hogy a butha megvilágosodásában veszünk menedéket, pontosabban abban, hogy mi is rendelkezünk ezzel a természettel, hogy ezt mi is elérhetjük, különben nem nagyon van értelme menedéket venni. És a harmadik szempont, még mélyebben, hogy a bölcsességben veszünk menedéket, a valóságban veszünk menedéket, tehát abban veszünk menedéket, hogy a tisztánlátás révén elérhető a megszabadulás. Elérhető az, hogy megszabadulunk a kényszerektől. Úgyhogy ezért a menedéknél, amikor egy menedéket adó, aki lehet egy guru egyébként, tehát lehet egy rimpocse, lehet egy tanító, menedéket ad, mindig elmondja, hogy ő csak a közvetítő, ő csak tulajdonképpen a szangának a tagja, és a sangából kell még jelen lenni két embernek, valamikor azt hitték, hogy négynek, aki tanúsítja a menedékvételt. De még egyszer mondom, menedéket nem a tanítóban veszünk, hanem menedéket a buthában, a darmában és a szangában veszünk, és a menedékhez leteszünk fogadalmakat. Hogy nem veszünk másban menedéket, nyilván már nem is lehet, csak a valóságban lehet menedéket venni, hogy a darma ösvényét járjuk, ami azt jelenti, hogy a nem ártás ösvényét járjuk, a középút, a tudatosság ösvényét járjuk, és hogy figyelünk arra, hogy milyen környezetben vagyunk, hiszen nagyon le tud húzni azt, hogyha olyan környezetben kell lennünk, akik nem járnak belső be utat, és nagyon emelni tud, hogyha olyan környezetben vagyunk, ahol ugyanúgy a valóságot kutatók, a valóságot keresők az ösvényt járóknak a társaságában tudunk időzni, az nagyon tudja emelni a mi állapotunkat is. A menedéknél nevet kapunk, ezt menedéknévnek nevezik, és tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy az illető, vagy mi, aki menedéket veszünk, a karma világából a dharma ösvényére lépünk. Ugyanúgy, ahogy a karma világában nevet kapunk, amikor a karma világába belépünk, tehát megszületünk, hogy a szülőktől kapunk nevet, itt ugye a menedéket adó az, aki valamilyen úton, módon, vagy húz, például ilyen is van, vagy benne megjelenik a látomás, hogy ez illetőnek mi a menedék neve, a darma nevet adja. Az azt jelenti, hogy ez a név, ez az ösvényen a nevünk, tehát kilépünk a világi működésekből, és ugye felmerül a kérdés, hogy na jó, de hogyha nem vagyunk szerzetesek, akkor ez hogy lehet? Úgy, hogy a dharma név az olyan, hogy egy plusz dologgá válik. Tehát megmarad a karmanevünk is, ami a családi név, apától és az anyától származó név, és lesz egy plusz nevünk, a dharma nevünk is, ami a gyakorlásunknak a neve. A dharma név az kettős szokott lenni, tehát van olyan darmanév, ami pozitív tulajdonságot ír le, például azt mondja, a bölcsesség szépsége, vagy például az erények vagyrája, és a többi, és a többi. Nagyon sok esetben a dharma névben annak a vonalnak is valamilyen szava benne van, ahol menedéket veszünk. Ez persze nem jelenti azt, hogy annál a gurunál vettünk menedéket, de például a köncsog, a ott van, ugye, ami a három drágaköre utal, a karma, például a karma mindig benne lesz a menedék névben, és a tulajdonság pedig arra utal, hogy milyen képességeket kellene fejlesztenünk az ösvényen, vagy milyen képességek azok, amelyek minket az ösvényen haladásban a leginkább támogatnak. De létezik olyan menedéknév is, ami nem pozitív értelmű, az pedig arra utal, hasonlóan a jóslatoknál, hogy mik azok a képességek, készségek, vagy tulajdonságok, amikre viszont vigyáznunk kell az ösvényen, mert ezek azok, amelyek akadályként lépnek elő, amelyek csapdaként lépnek elő, tehát ezek azok, amiket észre kell vennünk. A menedékvétel egyébként Magyarországon úgy nem hivatalos, mint az anyakönyvezés. Tehát ö, ugyan az egyházak a különféle vonalak adnak róla úgynevezett ilyen menedékigazolványt vagy menedékkártyát, de ez mindenkinek a belső ügye. Tehát ez nincs vezetve, ez nincs olyan értelemben, az egyházaknál egyébként lehet, de hivatalosan nincs vezetve, hogy az illetőkor innentől kezdve állami szinten buddhista, de természetesen beírhatja ha úgy dönt. Tehát a buddhizmusban nagyon fontos, hogy a szabadság, boldogság és a minden tudás irányába menjünk, tehát, hogy nem köti az illetőt. A buddhista menedékvétel még azt sem jelenti, hogy innentől kezdve nem vehetünk másban menedéket. Tehát olyan értelemben nem vehetünk, hogy nem lehet az illető egy bizonyos vallásnak az odaadó híve. És a buddha tanítása az egy olyan tudás és egy olyan módszer, amivel a felszabadulás elérhető, és akkor, amikor az első menedék fogadalomról beszélünk, tehát, hogyha az ember menedéket vett a buthában, akkor másban nem vehet menedéket, akkor ott gondoljunk arra, hogy mit jelent a butha szó, a felébredésben, az intelligenciában veszünk menedéket, és minden olyan dolog, ami a felébredést vagy az intelligenciát eredményezi, abban ugyanúgy menedéket veszünk, hiszen nekünk jó. Tehát nem olyan, mint egy ilyen kizárásos dolog. Ilyen értelemben a buddhista menedék egy nagyon nyitott és nagyon elfogadó, nagyon a bölcsességen alapuló dolog. Mit jelent az, hogy menedéket vettünk? Ez azt jelenti, hogy van egy olyan szertartás, van egy olyan pillanat, amitől azt mondjuk, hogy nagyon ezek buddhisták vagyunk. Menedékvételhez tartoznak fogadalmak is, erről már volt szó, és a menedékvételhez tartozik az is, hogy elfogadjuk a butha alapvető tanítását, a négy nemes igazságnak a tanítását. Hétköznapi lényekként természetesen a nem ártás fogadalmát elfogadjuk, ennek lehet egy, kettő, három, egészen öt fogadalma is, ami a hétköznapi lényekre vonatkozik. Tehát ez azt jelenti, hogy a nem ártás erkölcsisége szerint fogunk élni. Ezek mind-mind-mind olyan dolgok, amelyek számunkra jók. Tehát nem elvesznek belőlünk, hanem hozzánk adnak. És ugye ez a menedékről azt is mondja például a Nem hogy mindenkinek a belső ügye. Tehát az, hogy most egy szertartásszerűen menedéket vettünk, persze az is szép dolog, egy eseményhez, egy időponthoz tudjuk kötni, hogy innentől kezdve bennünk a megérett az elhatározás. Nem függ egyébként szellemi szintől, hogy ki mikor vett menedéket, hanem ez egy belső érés, egy belső elhatározásnak a függvénye. Egyébként meg Rimpocsa azt mondta mindig, hogy ha valaki az ösvényt gyakorolja és járja, akkor automatikusan menedéket vett. De ettől függetlenül azt mondják, hogy világiaknak is hogy nem árt, hogyha egy ilyen menedék szertartása. Tulajdonképpen megerősítik azt az elhatározásukat, amely az ösvényen a gyakorlás és az ösvényen például a tanulásnak a, az állapotát csak erősíti. A menedék az lényegileg azt mondják, hogy a félelmeket elhárítja, tehát vannak olyan menedékformulák, mint a Buddhám Szerenamgácsámi, Saranam Szerenamgácsámi, Szangám Szerenamgácsámi, Szanghécsed, függ, hogy milyen kultúrkörben vagyunk. Tehát most Páli, Szanszkrit, vagy Tibeti, vagy Kínai, mindegyik nyelven megvannak a menedékformulák. És ennek az ismétlése az segít abban, hogy tudatosítsuk a célunkat, hiszen azt nagyon könnyen elfelejtjük, és csak az, hogy a felébredés, az intelligencia, a tisztállátás célját tudatosítjuk az nagyon sok esetben tud segíteni a félelmek és a megpróbáltatások idején. Ezért is mondják azt, hogy a menedék menedéket ad. Miből ad menedéket? Azt mondják, hogy a számszára sivatagától, vagy a számszárának a fagyos hidegétől ad menedéket. Tehát menedéket ad, ami azt jelenti, hogy, hogy megadja azt a reményt, megadja azt a biztosítékot, hogy egyszer el fogjuk érni a megszabadulást, és hogy létezik megszabadulás, és a módszerek révén valóban el tudjuk engedni, meg tudjuk tisztítani, meg tudjuk szüntetni azokat az okokat, amelyek bilincsként rajtunk vannak, amelyek kötnek minket a szenvedések, a kényszerek köréhez, amit úgy nevezünk, hogy számszára. A menedéknek nagyon sok szintje van, de erről szól külön videó, úgyhogy keressétek meg, hogy mit jelent a külső menedék, mit jelent a belső menedék, mit jelent a titkos menedék, és mit jelent a végső menedék. Ezek különféle szintek a megvalósításnak az ösvényén. Úgyhogy ezért is van az, hogy különféle szövegek vannak, menedék szövegek, amelyek valamelyik szinttel kapcsolatosak. Amikor azt halljuk, hogy páliul menedék, recitál valaki menedék szövegét, aránszam a Sambodó, Buda, a Rókavidó, stb. stb vagy kibetül kínol, akármi, teljesen mindegy. A menedékszövegek mind a három drága szólnak, különféle nyelveken, mindegyik a buddha, a dharma és a szangához szól. Tehát, hogyha egy nagyon egyszerű menedékszöveget szeretne az ember recitálni, talán a legegyszerűbb az, hogy námó buddája, námó dharmája, námó szangája, és ezt lehet mantraként is gyakorolni, a mahaján a buddhizmusban ez például recitációként is szerepel. Amikor valaki a menedék gyakorlatát végzi, ugyanis ezt újra el lehet ismételni, újra, 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 akkor lényegében megpróbálni, hogy meg hogy a menedék állapotában időzni úgy, hogy közben recitálja ismét a námó buddhája, námó dharmaja, námó Természetesen a tibeti buddhizmusban a menedék szövege tibetiül van, nagyon sok fajtája van, itt is attól függ, hogy milyen tanító, milyen módon érzékelte a valóságot, vagy milyen vonallal állt kapcsolatban. Ezért találunk például a különféle menedékszövegeket a különféle tanítóknál, hiszen ők a saját látomásuk szerint megfogalmazták a gyakorlatokat újra-újra. Tehát ezen ne akadjunk föl, különféle menedékszövegek léteznek, a lényegük mindig ugyanaz. A menedék után a következő videó már a gyakorlásról fog szólni, úgyhogy egy átmeneti kérdés az az, hogy milyen vonalak léteznek Magyarországon, amelyek nem léteznek keleten, tehát vannak ilyenek, és vannak olyan vonalak, amelyek keleten vannak, és Magyarországon nincsenek. Nyilvánvalóan nagyon sok olyan buddhista vonal van, kolostori vonal van, gyakorlási vonal van, ami Ázsiában létezik, de nálunk nincs. De azért az elmondható, hogy Magyarországon is, a jánák, a nagy jánák, tehát a téraváda rendszerén belül léteznek különféle közösségek, vannak mahájána szangák, tehát mahajána közösségek is, különféle zen vagy csan közösségekről is tudunk, vannak tibeti, legfőképpen tibeti vagy mongol vajrajána közösségek, és hát ugye a dzogchen, az ati jogának is vannak, ugye a tibeti buddhizmuson belül képviselői, valamint ugye a bönnön belül is az ati jogának vannak képviselői. Tehát a nagy ősvények azok mind léteznek, de ezen belül rengeteg olyan kis kolostori vonal van, vagy kisebb vonal, amely például nem létezik. Például a tájváni buddhizmuson belül, amida buddhizmuson belüli közösségek nagy része nem létezik, tibeti buddhizmuson belül is vannak, amik nem. Viszont vannak olyan nyugati közösségek, akár magyar alapítású rendek is, amelyek meg nem léteznek, ázsiában. Például az átama közösség, akkor ott van a tekikagyű, akkor például van egy közösség, a Ay mandala közössége, ami német alapítású, ez nem tudom, hogy visszamente Ázsiába. Tehát vannak olyanok az Egyesült Államokban, Nyugat-Európában is vannak olyan közösségek, amelyek adaptálják a tanításokat a nyugatiaknak a életmódjára, a nyugatiaknak a szemléletére, és ezekről azt lehet mondani, hogy tulajdonképpen nem tradicionalista vonalak, de az értékük ugyanolyan, hiszen ugyanúgy a buddha tanításaival foglalkoznak, csak nem egy hosszú tradíción keresztül jött az a tanítás vagy az a gyakorlatrendszer, amelyet alkalmaznak, hanem keleti, tehát az ázsiai tanítások alapján itt nyugaton kialakult egyfajta tanítási rendszer, egyfajta gyakorlati rendszer, és azt végzik. Úgyhogy ennyi lett volna ez a videó gurukról, hitelességről, menedékről. Köszönöm szépen a figyelmeteket! A következő videónk már a gyakorlásról, a meditációról fog szólni és azokat a kérdéseket fogjuk megnézni, amelyek tőletek jöttek. Még egyszer köszönöm a figyelmet, sziasztok!